Köszöntöm a Presszó nézőit! Látványos traktoros felvonulás színesítette az ideítési falunap programjait. A rendezvényen a különböző színpadi produkciók mellett többek között főzőverseny, egészségtábor és számos gyermekprogram várta a bakonyi településre látogatókat. A dobogó harmadik helyén zárta a szezont a Várpalotai Bányász kézilabda csapata. A témáról beszélgetünk a szakosztály másodedzőjével, illetve a Palotai Gárda csapat kapitányával. Ezek lesznek a mai Presszó főbb témái. Kezdünk! Látványos traktoros felvonulás színesítette az ideítési falunap programjait. Fodor Bödös Istvánt és polgármesterének köszöntője után a rendezvényen közönség elé lépett többek között az Árva Lányhany Néptánc csoport, a Bakony Virágai Népdalkör, valamint a Vision Hip Hop Tánciskola is. A színpadi produkciókon kívül ulti és főzőverseny, népi játszóház, egészségsátor és különböző gyermekprogramok várták a kilátogatókat. Az eseményen a Bakonyharcki Képzőközpont is képviseltette magát egy harci jármű és fegyverbemutató keretében. Sok éves hagyomány a község életében, hogy falunappal indítják a nyarat. Ilyenkor rendszerint összegyűlik a falu apraja nagyja. Régmúltra nyúlik visszatérésen a falunapozás ünnepe, úgyhogy igazából ez már ilyen megszokott dologá vált, és mindenki várja évről évre. Nagyjából ez az időpont az, ami tésen a megszokott falunapos időpont. Egy picit hoztuk jobban bele a nyárba. ...2016-ban színesítették először a falunap programjait egy traktoros felvonulással, ami az idei évre nem várt fejlődésen ment keresztül, mondja a bakonyi település polgármestere. Tavaly még csak egy pár traktoros és egyéb ilyen csettegővel megjelent versenyző volt, az idei pedig hát felülmúlta a várakozásokat, több mint 20 traktoros és egyéb guruló sörösrekesz, meg mindenféle agymenés volt, úgyhogy elképesztő sikere lett ennek a rendezvénynek. A programsorozathoz kapcsolódva, Ti is a négy évszak tükrében címmel idén második alkalommal hirdettek meg fotópályázatot. A falunapon tartották meg az eredményhirdetést, melyen a közönség díjat Pintér Eszter, a szakmai zsűri elismerését pedig Hivekovics Lívia vehette át. Tavaly szép számmal érkeztek már képek, de az idei az megint a várakozásainkat felülmúlta. 44 darab pályamunka érkezett, többnyire kettő, de volt, aki több képet is elküldött, úgyhogy a szakmai zsűrinek nagyon nehéz dolga volt. Délelőtt ulti és főzőversenyen is indulhattak a résztvevők. Az ulti verseny első helyezettje Fülöp Gyula lett, míg a gasztronómiai megmérettetésen a pétfürdőiek csapata nyerte el a megtisztelő első helyezést. Az eseményen a Bakonyharcki Képzőközpont is képviseltette magát egy harci jármű és fegyverbemutató keretében. A Bakonyharcki Képző egy páncélozott járművel, kézi fegyverekkel és ruházattal jött fel, és mélyítjük a kapcsolatot így a település, illetve a honvédség között. A falunapon közreműködött több helyi és környékbeli művészeti együttes, így a közönség elé lépett többek között a Vision Hip Hop Tánciskola, az Árva Lányhaj Néptánc csoport, illetve a Bakony Virágai Népdalkör is. Gondolódik!
a napot Kassa Tibi koncertje, illetve egy élő kívánság műsorral egybekötött utcabál zárta. A dobogó harmadik helyén zárta a szezont a Várpalotai Bányász kézilabda csapata. A stúdióban most Soha Gergő, másodedző és irányító, valamint Tolnai Péter csapatkapitány segítségével összegezzük az idényt. Bronzéremmel köszönt el a szezontól a VBSK kézilabda csapata. Tovább erősödik, fejlődik-e a csapat? Vendégem Soha Gergő, másodedző és irányító, illetve Tolnai Péter csapatkapitány, jobb átlövő. Üdvözletem! Jó estét! Jó estét! Szezon közepén történt némi személyi változás a csapatban. Egy új edző érkezett a csapat élére. Miért volt szükség a változtatásra, illetve az edzőcserére? Hát a vezetőség részéről és a klub részéről egy gyorsabb játékot játszó csapat volt kitűzve. Ennek szeretnénk megfelelni. Az új edző Szedlák Tamás lett, és én lettem a segítője a csapatnál, és igazából ezt a tervet próbáljuk megvalósítani. Tehát akkor milyen célok lettek megfogalmazva akkor a váltásnál, illetve azért a Szedlák urat néhány mondatban mutassuk be, hogy honnan érkezett egy... Szedlák Tamást mindenki jól ismeri, aki Várpalotán él és a sportot követte az elmúlt, hát jó 40 évben körülbelül. Teljes mértékben ő itt nevelkedett Várpalotán, itt is kézilabdázott, egy kis Szondis kitérő kívül végig Várpalotán kézilabdázott. És hát én, mint játékos voltam is csapattársa évekig, majd az ő kez alatt is játszottam már. És így visszanézve az elmúlt, hát nem is tudom, ez... körülbelül talán fél év, lehet, hogy pontatlan vagyok, mennyiben változtatta meg így a csapat dinamikáját? Úgy gondolom, hogy a munka, amit elvégzünk, az mindenképpen előremutató. Tehát a saját részünkről tudok beszélni, az edzések jó hangulatban telnek, a srácok nagyon jól dolgoznak. Tehát igyekszünk előre haladni a munkával és a fejlődésben. Hát az számomra is látható, szemmel látható volt ugye a jelentős változás, tehát ez sokkal lendületesebb, erőteljesebb, több támadást indító csapat lépett mindig pályára. Nem tudom, így taktikailag, illetve posztokon milyen változtatásokat kellett eszközölni, hogy ez megtörténjen? Igazából a belső posztokon tudtunk több embert bevetni, valamint ezeknek a variációját igazából leosztani. Amikor holdpont volt a csapatnál, akkor tudtunk mindig valakit felhozni, és ugyanazt a szintet tudta teljesíteni, amit igazából el is várunk, aki feláll a kispadról és bejön. Ezekkel a lehetőségekkel ilyenkor élni kell, és úgy gondolom, hogy ezek a játékosok ki is használták ezeket a lehetőségeket. Sok szoros mérkőzésnek voltak tanulja nézők, tehát néhány pontos különbsége alatt a játék végéig a mérkőzés. Hogy lehetne ezt egy kicsit így összefoglalni? Lehetett volna ez még lendületesebb? Vagy ez azért tényleg egy jó lépés volt, jó eredmény volt az előzőekhez képest? Mindenféleképpen van hova fejlődni, tehát az nem vitás, tehát, és ez is a célunk. Szeretnék fizikálisan még előrébb lépni, amit majd a mostani szezon kezdetekor meg tudunk alapozni. Úgyhogy a céljaink azok mindig egyre magasabbak lesznek, tehát minél többet szeretnénk elérni a csapattal. A következő szezonban már szeretnénk ugyanúgy minimum dobogós helyezést elérni. Nagyot álmodva szeretnénk megnyerni a bajnokságot. Tehát a célok azok mindig egyre jobban ki lesznek tűz, és egyre jobb céljaink lesznek. Egyébként ugye a váltáskor az kitűzött cél volt, hogy esetleg ugye a tabella elejéig el lehessen jutni, tehát reális cél volt, vagy ez menet közben alakult úgy? Igazából szerintem fejben több játékos is fontolgatta ezt, hogy
mi lenne, ha maximum hangot nem adtak neki, de talán ez így jobb is volt. Reméljük, hogy ez az új szezon egy új remény, és még nagyobb erővel, és fejben is összeszedettebb lesz. Tehát vannak ezek a mérkőzéses fázisok, amikor ugye befásul az ember, a koncentráltság egy kicsit megzuhan, úgymond, ezekre a bűvös 10-15 percekre, na ezeket kell átvészelnünk. Ilyenkor jönnek ugye, amikor frissíteni kell a csapatot 5-10 percekre, akár egy fél időre. És ezek, hogyha meg lennének oldva, vagyis meg lesznek, akkor úgy gondolom, hogy a siker az elmaradhatatlan. Nem tudom, hogy jött-e arról visszajelzés, hogy az ellenfeleket mennyire lepte meg ez a hirtelen változás, hogy gyakorlatilag így ledózeroltátok ellent. Hát igazából visszajelzés az ellenfelektől ez így nem jött róla. Ők is azért igyekeztek készülni ránk. És de érezhető volt, hogy meglepődtek? Hát biztosan más játékot láttak, mint az előző fél évben. Azért volt olyan ellenfél, akinek ez nem feküdt. Volt, aki viszont jobban tudott így játszani a csapat ellen. Nekünk is voltak azért hullámvölgyeink, sajnos azért a terhelés az azért elég nagyra sikerült, és ez néha kijött a meccsekben. Ezt is majd át kell hidalni, hogy még jobb legyen az állatképesség az ilyen mérkőzésekre, hogy ne legyenek ezek a hullámvölgyek, amiről a Peti is beszélt, tehát a munka és a munka. Tehát egyébként egy visszanézve olyan furcsák az eredmények, mert Balatonfüred például egy erős ellenfél volt, mégis a tabellán hát hátrébb került. Ez azért gondolom valamennyire jó érzés. Hát a fürediekkel az a nehéz, és az ilyen utánpótlás csapatokkal, hogy a szezon elején egy teljesen hiányos csapattal álltak föl, a végére viszont a teljes csapat játszhatott már, mert akkor más területeken már nem kellett képviselni magukat, már csak ez az NB2-es volt, és hát fölállt a fix keretük a legerősebb, és azzal azért jó csapatuk van már. Mennyi idő van egyébként így a felkészülésekre, vagy mennyi plusz lehetne behozni, meg gondolom azért mindenkinek van egyéb elfoglaltsága is, hova lehet ez fokozni, mennyire lenne szükség egyébként? Elég korán elkezdjük az alapozást, az erőléti edzéseket. Július 17-én már kezdődik a felkészülés. Ugye a bajnokság szeptember közepétől indul, ez igencsak erős két hónap lesz a felkészülésre, mind fejben, mind erőlétileg. Igazából úgy gondolom, hogy ebbe a két hónapba, hogyha a játékosok, az edző, mindenki összpontosít az edzéseken és maximálisan végrehajtja a feladatokat, akkor annak meg lesz a gyümölcse mindenképpen. Egyébként most, hogy így meg lesz a gyümölcse, elégedett a csapat a harmadik végezéssel? Hát, hogyha engem kérdezik, és hát valószínűleg a többieket is nem vagyunk elégedettek vele. Tehát a mi célunk a második helye volt. Egy nagyon szoros mérkőzésen, az utolsó meccsen kikaptunk egy góllal. Tehát igen, az tényleg szószorrendszerről szoros. Igen, és az utolsó másodpercekben dőlt el. Nagyon nehezen élte meg a csapat. Ez ilyenek. Tehát ehhez kell majd ahhoz, hogy fejlődjünk. Tehát tényleg gondolom, fiatalok vagyunk. Az utolsó, gyakorlatilag az utolsó 10 percben volt talán, addig úgy tűnt, hogy sikerül a igen, meccs. Addig simának tűnt a mérkőzés, aztán utána elfáradtunk. Hát azért a csapat nagy része nagyon fiatal. Így az utánpótlásból is már hozogattunk fel játékosokat, tehát azért a rutint azt meg kell szerezni mindenképpen. Utánpótlásról még beszélünk egy picit. Érkezett néhány új csapattag, őket mutassuk talán be, hogy kik ők és milyen posztokon játszanak, és mit várt tőlük a csapat. Hát a csapat az mindenféleképpen erősödik velük, négyen fognak érkezni. Visszajön hozzánk Lakatos Tamás, ő a kapuba jön. Itt nevelkedett Várpalotán, úgyhogy innen talán két évet ment el, vagy három évet már dolgoztunk is együtt, úgyhogy őt nagyon jól ismerjük. Az utánpótlásunkban játszott Gubica Dani, ő is jön még vissza hozzánk. Ő egy évet vagy kettőt töltött távol tőlünk. Ezen kívül jön hozzánk Csóka Balázs irányító posztra. Ő Fehérvárról érkezik, és Balatonfüreden nevelkedett, meg Dunajvárosba. Ő irányító posztra jön. Ő benne azért jó sok rejlik, bízunk benne. És még sikerült hoznunk egy balkezes játékost, Major Dávidot, jobb szélre. Egyébként, hogy más kluboknál játszottak, ők vár a csapat egy plusz erősítést tőle? Tehát mondjuk taktikailag esetleg lehet így erősíteni a csapatot a
az ő tudásukkal, vagy tapasztalatukkal? Mindenféleképpen, hát úgy, őket úgy kerestük meg, hogy tudtuk, hogy mire keressük a játékosokat, és azért esett rájuk a választás. Tehát az abszolút tehát tudatos volt. Teljesen tudatos volt az építkezés. Mindenféleképpen olyan játékosokat akartunk, ami a csapat hasznára válik. Úgyhogy... Egyébként van még terve, hogy érkeznek újabb játékosok? Nem, teljesen komplett a csapatunk, tehát igazából, teljes egész. És nagyon jó keretünk van, azt mondhatom, tehát a munkamorál is jó, a társaság is nagyon jó, tehát csak jó dolgokat lehet mondani a csapatról. Akkor beszéljünk egy kicsit az utánpótlásról is. A csapat, illetve a BBSK, a kézilabda szakosztály mennyire számít az utánpótlásra, a helyi utánpótlásra, illetve lehet-e így, hát nem is tudom kijelenteni, hogy mennyire erősek, mennyire tehetségesek az itteni fiatalok? Mindenképpen számítunk az utánpótlásra, tehát nekünk az az alapbázisunk. Jelenleg olyan 100 gyerekkel foglalkozunk minden korosztályunkban, tehát 4 éves kortól vannak nálunk gyerekek már, tehát az óvodában is óvodánkban is megjelentünk, foglalkozunk velük, szeretnek hozzánk lejárni, és onnan teljesen 18-20 éves korig vannak nálunk játékosok. Igazából a mi célunk az, hogy 18 éves korukra a játékosok a felnőtt kerethez tudjanak tartozni, és meghatározó játékosokká nőjék ki magukat itt. Hát én úgy látom, ott azért voltak legalábbis a kisebbek között lányok is. Nem tudom, hogy van-e ilyen irányba terv. Mert ráadásul ők mintha kicsit bátrabbak lettek. Lehet, hogy ez csak kisebb korra igaz, nem tudom. Hát nálunk a kézilabda úgy van, hogy jöhetnek lányok, fiúk is egyaránt. Egy bizonyos korig dolgozhatnak együtt. Tehát ott nincs probléma, szivacs kézilabdában lehet vegyes csapatokat indítani, és igazából ahogy ki fog jönni, mert itt Várpoltán a lányok kevésbé kézilabdáznak, de tudnak jönni Súlyok Erzsébethez kézilabdázni, úgyhogy nekik is nyitva van a kapu a Vársi sportcsarnokban a kézilabdázásra. Hát róluk egy pár mondatban még úgyis beszéljünk, hogy hát elég erőteljes szurkolótábora van a kézi csapatnak, illetve hát a legjelentősebb szurkolótábora, és erősítik őket a fiatalok is. Ez a kezdeményezés, vagy az, hogy ők jelen vannak, ez hogy jött, miért fontos ez, hogy ott legyenek a mérkőzéseken is? Varga Zoltán és a Németh Balázs mindenképpen dicséret érte, hogy összehozták ezt a lehetőséget a kisiskolások számára, hogy megtekintsék a lelátóról egyelőre, hogy mégis milyen egy felnőtt kézilabda mérkőzés. Egyáltalán, hogy a hangulatba belecsöppenjenek, hogy mi zajlik itt 2x30 perc alatt. Az, amikor a fiatalok és a mi több évtizedes szurkolótáborunk, több évtizedes tagokkal rendelkező drukkerjeink, igazából a nehéz pontokon, amikor kezdene megzuhanni a csapat, és amiről beszéltem, hogy jönnek a kritikus percek, és hiába vezetünk mondjuk 5-6 góllal, amikor ugye többet kéne még közé tenni, akkor jön az, hogy jön fel az ellenfél, és akkor nagyon sokszor átlendítenek minket a holdponton. Azt veszem észre, hogy én is, tehát magamon nagyon-nagyon érzem, és látom a csapattársaim arcán, tettein, hogy feltüzelődnek tőle teljesen. Hát igen, azért a mérkőzések végig lehet látni, mikor ott a pacsizásra sorba állnak, hogy teljesen nagy a boldogság. Van egyébként visszajelzés, hogy ez rájuk is már, aki mondjuk játszik utánpótlásban, mennyi pluszt adhat ez nekik? Hát visszajelzés annyira nem jön. Hát nekem szerencsém volt, azért valamennyit kaptam, mert kisebbekkel foglalkoztam, mert edzősködöm itt a Bányász keretein belül, és ők mindig mondták, hogy nagyon élvezték a mérkőzéseket, nagyon jól érzik magukat, jó látni ők a szurkolást is. Többször volt olyan, hogy a tűzszurkolóinkkal együtt szurkoltak, tehát ez nekik azért nagy élmény volt. Jó érzés nekik bejönni ide a sportcsarnokba, ezen a nagy pályán játszani, mert többnyire iskolákban tudnak edzeni. Igen, ott azért kicsit mások a viszonyok. Másabbak, igen, tehát kisebb a pálya nekik, amikor ide belépnek ebbe a nagyobb terembe, azért mindig így csodálkozva néznek körül, és azért jól érzik magukat itt. Úgyhogy mindig kérdezgetik, mikor lehet ott edzeni, mikor lehet megjelenni. Úgyhogy a visszajelzések, tehát amennyit én kaptam, az mindig pozitív volt és jó. Beszéljünk pár mondatot a kézilabdás majálisról, ami május 27-én zajlott, és hát volt közös mérkőzés is a legfiatalabbakkal, amit én úgy láttam, hogy nagyon-nagyon élvezték. Miért fontos ez, miért jó?
a szülők számára is, illetve a fiatalok számára is, meg hát magának a klubnak. Szeretnénk elültetni így a sport szeretetét a gyerekekben, tehát nagyon jó volna az, hogy mindig pozitívan gondoljanak rá, és jól érezik magukat ebben a közösségben. Igazából ezt a kezdeményezést is a Balázs és Zoli indította el, és ennek próbálunk eleget tenni, tehát mindig újabb ötletekkel jövünk, szeretnénk további programokat is szervezni, nem csak a fiataloknak, mint ahogy ez a majál is szól, szeretnénk az idősebbekkel is foglalkozni, akik régen a Bányász címer alatt játszhattak, és nagyon sokat tettek a kézilabda hírnevének öregbítésével. Tehát egy kicsit újra aktiválnák. Igen, tehát szeretnénk azt, hogy ők is kapjanak egy kis úgymond rivalda fényt, mert megérdemlik, tehát hogy a szurkolóink is, mert tehát nélkülük nem lehetnénk ott, ahol most vagyunk. Se a régi játékosok nélkül, és a szurkolóink nélkül sem. Talán ehhez egy kicsit kapcsolódik, előtte nem sokkal történt még egy dolog, hogy április 30-án ugye a klub történetében először visszavonultattak egy mezt. Ez, hogy jött ez a kezdeményezés vagy ötlet, illetve ennek lesz-e folytatása? Hát a folytatás az még tárgyalások alatt van. Hát Bakacsról azért nem kell úgy beszélni, mert mindenki ismeri és tudja, hogy milyen képességekkel és mekkora tehetsége volt megáldva. Tehát az ő kézilabda tudása és játék tudása azért felülmutatott a csapattársain is, azért ez mondható. És örömmel vonultattuk vissza a mezt, mert azért ő Várpalota a hírnevét azért elég rendesen meglendítette a kézilabda berkeken belül. Nem csak ő, hanem most ez a nagyon jó helyezés is. Számít arra esetleg a klub, hogy megerősödik a szponzoráltság, támogatottság, nem tudom, hogy milyen a költségvetés, elegendő ez a mérkőzésekre, utazáshoz, egyebekre? Hát mindenféleképpen, tehát a szponzorok nagyon jól jönnek mindig a klub számára. Szeretnénk úgy teljesíteni, hogy jöjjenek is plusz szponzorok, arra mindig szükségünk van. Igazából ami van, azt igyekszünk beosztani. Ezt a vezetőink jelenleg nagyon jól kezelik, mindent nagyon jól menedzselnek. Tehát amilyen kérésekkel állunk hozzájuk, ami teljesíthető, megkapja a csapat, mind felnőtt, mind utánpótlás szinten. Tehát most már azért olyan munka folyik, ami mindenféleképpen előre mutat, és ehhez majd bízunk a palotai vállalkozásoknak a támogatásában, és reméljük jönni fognak, és meglátják a lehetőséget bennünk, mert mi hiszünk abban, amit most tudunk csinálni itt a Bányász színein belül, és reméljük, hogy ők is így fogják látni. Egyébként a következő szezonra megvannak-e már kitűzött célok, tehát esetleg a harmadik hely elé beelőzni a csapatot? Igazából a dobogós helyig bezárólag mindenképpen. De annyit halkan elárulok, hogy én, mint személy szerint szeretném most már a dobogó legfőső tetején tudni a csapatomat. Egyébként mennyire reális, ha lehet egy kicsit kutakodni? A munka fogja megmutatni, tehát most fogunk majd belevágni 17-én az edzésekbe, és az elvégzett alapozás után tudunk ilyenekről nyilatkozni pontosabban, de a cél, tehát nagyon szeretnék, tehát a csapattal között, hogy beszélünk erről, szeretnénk megmutatni, hogy képesek vagyunk megnyerni egy bajnokságot. Tehát a lelkesedés, illetve fejben, úgy látom, akkor ez bőven megvan. Azzal nem lesz gond. Beszéljünk egy kicsit, hát nyilván az utánpótlásra visszakanyarodva, hogy lesznek-e nyári táborok, illetve ha lesz, akkor ez hol, milyen formában, mikor zajlik majd? A gyerekeknek most igazából egy sporttábor van, 3 héten keresztül volt a sportcsarnokban, ez egy összetett tábor, erre tudtak jelentkezni, most van az utolsó hete. Különböző korosztályoknál lehetőség van elmenni táborozni, ez az edző és a játékosok függvénye. A Lakó Levente csapata menni fog Tatárra egy edzőtáborba. Velem fognak jönni majd a serdülők Romániában, ahol a felnőtt csapattal együtt kezdhetik majd meg az alapozást, vagyis hát a második hetét. Úgyhogy igazából lehetőségeink egyre tágabbak és szélesebbek, amit azért nagyon jó hír, hogy meg tudnak teremteni a vezetőink, Németh Balázs és Varga Zoltán. Tehát sokat köszönhet most a klub számukra. És hát a nekik. Táborok, amik még lesznek, ez már megtelt létszám, vagy még érkezhetnek újabb?
Hát igazából ők a kész csapatok. Tehát ők kész csapatok? Igen, a kész csapatok. Hát további sok sikert kívánok, részemről hajrá Bányász, és remélem ez a kitűzött cél, ez valóban reális lesz. Mindenképpen azon leszünk, hogy meglegyen a dobogó, és inkább a legbelső foka. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönjük. Mi is köszönjük.